Mivel már a videóban is említésre került Piri térképe, ezért úgy gondoltam, hogy ha már ennyit beszéltem róla, mivel egyes témák mindig megkövetelték, akkor legyen róla egy rövid kis videó is. Szerintem érdemes felhúzni egy olyan szemüveget a, videó előtt, és azon keresztül szemlélni a témát, amiben bele van írva a könyvégetésnek a fogalma. Hisz egyes népek, a görögök, a rómaiak és a kínaiak is előszeretettel égették a könyveket, azt, hogy mi abból szerintem most inkább nem menjünk bele, és, és nem is érdemes. Viszont ez azért nagy érvágás, mert a könyvvéget és a történelem szempontjából olyan volt, és most egy hasonlattal élnék, olyan volt, mintha, mintha egy filmből hasonlítésszerűen szerűen kivágnék pár perces részeket, és a film végére már senki sem értené, hogy miről is szólt a film. Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy, hogy így elég nehéz valamire magyarázatot találni. De mindennek van jó oldala, mert ha most meg lenne a magyarázat Pirilés térképére, akkor ma már szinte senki sem beszélne róla köztük most én sem. Ja, és majdnem elfelejtettem a véletlenül leégett alexandrai könyvtárat, ami az egyik legnagyobb érvágás volt, és mind a mai napig a legnagyobb csapás a tudomány számára, mert ott, bocsánat a kifejezésért, de, de minden szarról csináltak egy másolatot. Mert ha bármilyen hajó kikötött Egyiptomban, akkor azt átkutatták, és és ideglenesen lefoglalták a rajta lévő könyveket, csak azért, hogy másolatot készítsenek róla. Szóval úgy is fogalmazhatnék, hogy az alexandrai könyvtár volt az ókori világ internete. Ki tudja, milyen információkkal. Bevezetőként ebben a videóban arról a Pirrész által rajzolt térképről lesz szó, amely mind a mai napig foglalkoztatja a tudósokat, és amely jégtakaró nélküli állapotában ábrázolja az Antarktiszt úgy, hogy azt csak bő 300 évvel később fedezték fel. És amelyet, mármint az Antarktiszt, csak a 20. században sikerült jégtakaró nélküli állapotában modern eszközök segítségével lerajzolni. Még mielőtt rátérnénk a térkép elemzésére, előtt engedjétek meg, hogy pár mondatban összefoglaljam Piri Reis. A rész egyébként admirálist jelent, szóval Piri admirális élettörténetét. Nem szeretnék belefolyni minden apró részletbe, csak azokat a fejezeteket emelném ki az életéből, amelyek szerintem fontosak és érdekesek. Azt, hogy Piri admirális mikor született, azt nem lehet pontosan dátumhoz kötni, de a beslések szerint valamikor 1465 és 70 között egy kis török városban. Piri már 12 évesen a nagybátyja mellé vetődött, aki akkor egyik leghíresebb kalóza volt, és az alma nem esett messze a fájától, Piri a nagybátyja példáját követve, ő is kalózként folytatta, és az utazásai során elég sok hajót fosztott ki. És még mielőtt elítélnénk őt a tetteiért, fontos hozzátenni, hogy egy nagyon okos és precíz emberről beszélünk, és ez a későbbi munkáit látva is jól látszódik majd, mindemellett több nyelvet is beszélt, az anyanyelve mellett tudott még olaszul, portugálul, spanyolul és görögül is. A rossz nyelvek szerint a többnyelvűség szinte kötelező volt a kalózok életében, de, mint mondtam, a térképén egyáltalán nem az látszik, hogy egy műveletlen fickóról beszélünk. Sőt, szóval Pirirész és flottája hajókat és kikötőket fosztogatnak, a gazdagok otthonaiban és a hajókapitányok kabinjában található aranyon, ezüstön és fegyvereken kívül térképeket, hajós fejzéseket, navigációs eszközöket és hajósnaplókat is zsákmányolnak. Pidi később ezeket felhasználva megjeleníti első kézikönyvét, magyarra fordítva a tengerek könyvét. Néhány szó a tengerek kézikönyvéről, ez nem csak egy egyszerű kézikönyv volt, verses és prózás formában foglalt össze térképekkel, rajzokkal illusztrálva a hajózás ismereteket. Gondolok itt például a széljárásokra, a kikötőkre, a tengeráramlásokra és mindenki apróságra, amely egy hajósnak fontos lehet. Később megjelenít még egy kötetet ugyanezzel a címmel és nincs is olyan nagy eltérés a két könyv között, ami arra enged következtetni, hogy Piri admirális tudása stagnált, mert a második könyvében néhány apróságot kivéve már nem tudott semmi újat mondani. Na de térjünk is a videó témájára, arra bizonyos 1513-ban készült világtérképre. Miután Pirit 1554-ben lefejezték, mert megfutamolott a portugálok elől, halála után a művei és a térképei elkalódtak. Mert ha bár első Szulajmán sokra tartotta Pirit térképét, de annyira azért mégsem, hogy kiállítsa őket, ezért, ezért Piri térképei ott porosodtak valamelyik könyvtár alsó sorában. Míg nem, kevesebb, mint 300 év múlva, a Topkapi palot átújításakor épp ki volna dobni a sok értéktelen cuccot, és a sok értéktelen cucc között ott volt ez a feltűnően szép, részletes és színes térkép Piri tollából. A gazella bőre festett térkép, Azért rajzolták a térképeket akkoriban őszbőre, mert sokkal tartósabb volt a tengereken uralkodó párás környezetben. Szóval a térkép egészen pontosan 65 cm széles és 90 cm magas. És ha minden igaz, és csak hogy jobban el tudjuk képzelni, ezen a képen pirít térképe a besatírozott rész, a kép többi része pedig szerintem ismerős, szóval erről a kis besatírozott részről készült térképről fogok beszélni a következő percekben, most pedig akkor térjünk rá a térkép részletesebb elemzésére. Aggódtam amiatt, hogy nem fogom megtalálni a térképet nagy felbontásban, de aztán sikerült megtalálnom ezt ami már elég jó minőségű ahhoz, hogy beszélni tudjak a rajzokról, motivumokról, állatokról és minden apróságról. És még mielőtt jobban belefogynánk a térkép elemzésébe, szerintem érdemes tudni, hogy Piri Admirális úgy gondolta, hogy a térképkészítés hatalmas precizitást igényel. És egy apró hiba is szinte használatlaná teszi a térképet, és azt semmelyik térképkészítő sem engedheti meg magának, hogy miatt esetleg eltévedjen valaki egy-egy hosszú úton. Szóval voltak elvei a térképkészítésről, és mint az látszik, ragaszkodott is hozzájuk. A 15. századtól, vagyis Piri idejében már olyasfajta térképeket használtak, amelyek inkább több fejezést tartalmaztak, mint rajzot. Ebből az következik, hogy már nem volt szükség jó navigációra ahhoz, hogy valakiből jó tengerész lehessen. Piri térkép azonban, mivel az átmeneti időszakban készült, úgy ez a térkép is egy átmenetet képez, hisz mint az jól látszik, vannak rajta információk is, de azért még mindig a navigáció és a szöktartás volt a fő szempont. Megpróbálom leegyszerűsítve elmagyarázni a működésüket, ezen a térképen és főként a tengereken, és azért nincs hangsúlyozva a szárazföld, hisz ez egy tengerész térkép, szóval a tengereken öt szélrózsa van elhelyezve, három kisebb, kettő nagyobb szélrózsa. Mindegyik szélrózsa 32 irányvonalból áll, 8 főszélből, 8 félszélből és 16 negyedszél irányból. A két nagyobb szélrózsában van egy fekete nyíl, nos az a fekete nyíl a sarkcsillagot jelenti, és minden helyzetet ehhez viszonyítva kell megadni. A lakott városokat mindig piros színnel jelöli a térképen, a kevésbé fontos városokat pedig csak sárga színnel, mint úgy alapvetően minden szárazföldet. A veszélyt jelentő zátonyokat fekete színnel rajzolja, a sekély vizeket pedig pontokkal jelöli. Piri térképe a láthatatlan akadályokra is kitér, hisz azokat csak egy kis fekete keresztel jelöli. A folyókat sötétkék színnel, a hegyeket pedig oldalnézetben rajzolja, és érdekes, és amire mai napi nincs magyarázat, hogy Piri a szárazföldet, ahogy jövünk le éjszakról, más színekkel ábrázolja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amíg a térképhez bizonyítva a legészakibb rész még sárgával van rajzolva, addig középen már pirosabb a színezés, délen pedig már már lilás árnyalatú a szárazföld színe. És eljött az idő ahhoz, hogy kitérjünk az ábrákra is, Afrikában például a városok mellett uralkodókat, egy elefántot és egy struccot rajzol a térképre, míg Közép-Amerikában papagájokat és négy várat. Dél-Amerikában pedig egy olyan ember is van a térképen, akinek a melkasán vannak a szemei, az óra és a szája, mindemellett ott van még egy óriás kígyó, egy hadszarvú ökör, és egy egyszarvú is. A széljegyzetek mellett sem szabad elmenni, igaz, hogy elég sok széljegyzet van, és a többségük valahogy hasonlóan hangzik, mint például ez. Idézem, van egy vörös festék, a vakami, amelyet csak bizonyos távolságból észlelnek. A hegyek gazdagok érzben, a legtöbb bárány gyapja sejmes. Vagy például a következő, ez a terület úgy ismert, mint Antili, azon az oldalon fekszik, ahol a nap nyugszik. Azt mondják, négyfajta papagáj él itt, fehér, vörös, zöld és fekete. Az ember a papagáj húsát megeszi, tollaival fejét teljesen bevorítja. Van egy fajta kő, amely hasonlít a fekete próbakőre, és fejszehelyet használják, ez nagyon kemény. A mediterráneumban elfogott ellenséges hajókon találtunk papagájtól fejdíszeket és köveket. Nem fogom végigolvasni mind a 24 széljegyzetet, mert egy idő után unalmas lenne, meg amúgy néhány széljegyzetből pár szó szinte kiolvasatlan lett az idő múltával, ezért inkább csak az érdekes széljegyzeteket céloznám meg, az egyik bejegyzés a térkép szerzőjének adatait írja le, pontosabban idézem, ezt a térképet Piri Mehmed, Kemal Reis unoköltse rajzolta Gallipoliban 919-ben, Muharrem hónapban. Ez a dátum a keresztény időszámítás szerint 1512. március 9-e és április 7-e között van. Az egyik széjegyzetben Pirit kitér a forrásokra is azt írja, hogy a térkép elkészítéséhez több mint 30 térképet használt fel a Krisztus előtti 4. századból, valamint ezen kívül még Kolumbusz térképeit is. Pontosabban nem részletezi a forrásokat, szerény véleményem szerint azért, mert valószínű, hogy már ő sem tudta, hogy melyiket hol szerezte, és melyik infót hol tudta meg, és mivel mindenképp kellettek források ahhoz, hogy lássák, Piri nem hasonlítésszerűen találta ki a térképet, ezért oda a források számát, ami, ami lehet, hogy jóval több volt, de az is lehet, hogy jóval kevesebb. Szóval a források eredete a mai napig bizonytalan, és itt biztos, hogy nem talál megfejtésre az, aki a térkép hogyan átkutatja. A széljegyzetekben elég gyakran előbukkan az Antli kifejezés, és ezek alapján Piri számára ez a kifejezés egy területet jelent. A mai napig azt vizsgálják, hogy vajon Piri rész tisztában volt azzal, hogy Amerika és Ázsia az két különálló földrész. Viszont a már korábban említett tengeri kézikönyvében külön kitér arra, hogy Kína keleten fekszik, nyugaton pedig Antli, vagyis az Új Világ. Ez azt jelenti, hogy Piri nagyon is jól tudta, hogy merre hány méter, viszont ez a ténye sokak számára még mindig kevés és kétséges, és úgy gondolják, hogy Piri csak véletlenül rajzolta a térképre azt, amit. A térkép egyik talán legkülönlegesebb pontja, részlete, maga Antarktisz, amelyet csak bő 300 évvel később fedeznek fel, ennek ellenére Antarktisz égneküli partvonala szerepel Piri térképén. Továbbá olyan domborzati viszonyokat, hegyláncokat és folyókat jelez az Antarktiszon, amelyek, amelyeket csak a 20. század közepe óta ismerünk. Az Antarktisz egyébként jégnéküli állapotában leghamarabb csak Krisztus előtt 8 körül lehetett, ami azt jelenti, hogy Piri olyan állapotában rajzolta az Antarktiszt, mint amilyen tízezer évvel korábban, még jóval piri születés előtt volt. És lehet, hogy sokakban felmerül a kérdés, mert bennem is felmerült, hogy ez a jobb-alsó sorokban biztos, hogy nem az Antarktisz, hisz, mint az látszik a partvonalát követve, ez a rész is Dél-Amerikához tartozik. Szóval az egyes vélemények szerint ez biztos, hogy nem az Antarktisz, viszont az is elképzelhető Hapgood professzor szerint, és hamarosan beszélek majd róla is, Szóval az is elképzelhető, hogy ez a térkép egy olyan állapotot ábrázol, amikor az Antarktisz még sokkal közelebb volt az egyenlítőhöz. Na de menjünk tovább, és lehet, hogy sokak számára ismerős lesz a térkép torzulás fogalma, hanem akkor hamarosan megpróbálom érthetően elmagyarázni. A torzulás szempontjából érdekes, hogy a térképen Dél-Amerika domború formában van rajzolva. Ami egyrészt azt is jelentheti, hogy Pirrészt tévedett a távolságokkal kapcsolatban, vagy másrészt, és ez a bizonyított oldal, ez azt is jelentheti, hogy a térkép csak azért torz egy picit, mert ez a térkép csak valaminek a vetülete. Ami magyarul azt jelenti, hogy a térkép szándékosan van egy picit elcsavarva, eltorzítva, ami csak még tovább fokozza Pirész zsenialitását, vagy azokét, akiktől Piri összegyűjtötte a térképeket. És lehet, hogy az imént érthetetlen voltam, ezért most újra nekifutok egy példán keresztül, Ellington Melly volt az, aki, aki először kinyomtatta a térképét és ráhelyezte azt egy földgömbre. Majd ezek után ámultak és bámultak, mert a térkép alig tért el a műholdak által készített felvételektől. Torzulást és minden más beleszámítva. Mert azt azért tudni kell, hogy elég nehéz még a mai technológiával és ennyi műholddal is egy olyan algoritmus kitalálni, amely torzulás nélkül tudja lerajzolni a világunk térképét. Ha rákeresünk a mai ismert világ térképre és egy picit utána számolunk az arányoknak, akkor mindez azonnal szembe tűnik majd. És ez a kép ezt tökéletesen szemlélteti. A világoskék szín az, ahogy mi ismerjük, a sötét kék szín pedig a valós méret. De még ez a térkép sem tükrözi teljes mértékben az arányokat, mert mint mondtam, nehéz a gömbmodellt kiteríteni egy síkfelületre. De visszatérve Pirihez és a térképéhez, szóval valahogy ez úgy nézett ki, egy picit elnagyolva a jelenlegi tudásunk szerint, legalábbis a felállított tényekre ez lenne a rácsúsztatható magyarázat. Képzeljük csak el, hogy az ősember készített egy műholdat, felküldte az űrbe, lefényképezte a földet, majd miután a műhold visszatért, az ősember kinyerte a műhold adatait és lerajzolt ezt egy, ezt egy gömbmodellre vetítve, amit Pili bő tízezer év múlva megtalált és rárajzolta azt a saját térképére. Ezen az elnagyolt példán látszik csak igazán, hogy nem egy kis rejtéről beszélünk. És ami még erősíti a rejtét, legalábbis Melody szerint, az az, hogy a gömbök trigonometriáját a 18. század közepéig senki sem használta és nem is ismerte kivéve, és mint az utólag kiderült, ezt a Piri Reis által rajzolt térképet. Hebgut professzor, aki a téma egyik főkutatója, viszont úgy gondolja, hogy Piri Reis valóban nem ismerte a gömbök trigonometriáját, csak egy olyan térképről másolta át, amely a trigonometria szabályai szerint készült. Ami a térkép pontosságát látva azt jelenti, hogy bárkitől is a Piri térképen látható információ, az biztos, hogy pontosan tudták, hogy mekkora a föld kerülete. Vagyis egy ilyen térkép megrajzolásához, és ezzel több nagy professzor is egyetért, az alkotóknak ismerniük kellett a gömb alapú trigonometriát, a föld görbületét és a vetítési módszert, amely elég magas matematikai tudást igényel, ráadásul mindezt elvileg még az őskorban kellett, hogy lerajzolják, amikor még nem volt jégtakaró az Antarktiszon, és amikor még mi emberek a történelem szerint még barlangban éltünk. A megoldások kapcsán mind a mai napig nincs egyetértés, viszont ha a legtudományosabb magyarázatot keressük, akkor el kell, hogy szomorítsak mindenkit, mert nincs tudományos magyarázat. Csak is olyan, ami, ami, borítja a történelmet és mindent, amit jelenleg tudunk. Egy tudományos magyarázat azért mégiscsak akad. Hebgul professzor, mint mondtam, Pirész térképének egyik fő kutatója. Elküldött egy levelet az amerikai légierőnek a bizonyítékaival. A légierő válasza az Antarktisz jég állapotának a rajzára a következő volt. Elképzelésünk sincs róla, hogyan kerülhetett a térképre ez a részlet az 1503-ban birtokolt tudással. Hepgood professzor még azelőtt, mielőtt a fülébe jutott volna a térkép rejtéje, már az 50-es években előállt a földkirege elmozdulása elméletével. Ezt az elméletet ekkor mindenki hidegen fogadta. Szóval, szóval neki csak pont kapóra jött egy térkép, amivel igazolni is tudja, tudja, saját elméletét. Ebből kiindulva, és ezzel igazolva saját elméletét, Hebgut professzor úgy gondolja, hogy Piri Race egy régi, több tízezer éves térképről vette az információkat, és mindez csak az bizonyítja, hogy valaki vagy valakik már jóval korábban még akkor felfedezték az Antarktiszt, amikor azt még nem borította majdnem két kilométeres jégtakaró. Egy másik elmélet szerint, és hadd ne mondjam, jó pár elmélet van, de egy másik elmélet szerint, amelyet Erik von Däniken, egy alternatív történész állított fel, szerint a térkép azt bizonyítja, hogy egy idegen faj vagy egy fejlett civilizáció több tízezer évvel látogatott a Földre, és ők fényképezték le a Földet kívülről, majd később, úgy tízezer év múlva ez Piri kezébe jutott. Däniken ezt az elméletet elég szépen képekkel és bizonyítékokkal is levezeti a, a saját könyvében. Szerinte a térképet Kairó felett készítették, ezért ezért a térkép valójában egy kairó központú vetület. És a, és a, könyvében ezt ezzel a képpel bizonyítja, hát mit ne mondjak, szerintem van némi hasonlóság. De nem csak Piri térképe az egyetlen, amely a, amely a jégtakaró nélküli állapotában tünteli fel az Antarktiszt, van még jó pár térkép a történelemben, és csak hogy pár példával éljek. Itt van például Philip Bauha térképe, 1737-ből. Ez a térkép is szintén jégtakaró nélküli állapotában ábrázolja az Antarktiszt, de ami különleges, hogy két különálló kontinensként tünteti fel. És azt, hogy az Antarktisz nem egy egységes földrész, csak a 20. századi vizsgálatok mutatták ki. De azért jócskán akadnak térképek még Piri térképe előtről is. Ez például egy kínai világtérkép 1418-ból, ezen szintén szerepel az Antarktisz, vagy egy 1532-ben Oronteus Fineusz keze által készült térkép, és hadd ne mondjam, ezen szintén jég nélkül szelepel az Antarktisz. Szóval ezen térképek is bizonyítják, hogy valakik már jóval korábban felfedezték az Antarktiszt, ráadásul elég nagy pontossággal, ami azt jelentheti, hogy van egy olyan szelet a történelmünknek, amelyet elég nagy homály vesz körbe. Én azt már rátok bíznám, hogy ti még professzorra vagy történészre értetek egyet, de szerintem Pridész térképéből tisztán látszik, hogy valami nem úgy történt, hogy az a nagykönyvben meg van írva. Mert ha nem lenne hiba, vagy ha nem lennének üres járatok a történelmünkben, akkor tudnánk a következő kérdésre a választ, hogy rendelkezett a paleotóikum ember olyan, magas szintű tudással, hogy ismeri a föld görbületét, a vetítési módszereket és a gömb alapú trigonometriát. A tudomány álláspontja szerint nem. És mivel a tudomány nem tud érdemleges válaszsal szolgálni, ezért a választ mindenkinek saját maga kell megalkotnia. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és azt is, hogy egész idáig kísértétek ezt a videót. Sziasztok!